dél-erdélyi Lupényban élő Orosz Erzsébet az anyaországi Petőfi program egyik ösztöndíjasa. A koronavírus járvány miatt ő is a négy fal közé kényszerült, ám az internet segítségével továbbra is tartja a kapcsolatot a Hunyad megyei magyarokkal és a többi ösztöndíjassal, akikkel együtt rajzpályázatot és szavalóversenyt szerveznek online módon, hogy küldetésüket, a szórvány magyarság identitásának megőrzését a megváltozott körülmények között is folytatni tudják. A magyar kormány nem állította le sem a Petőfi, sem a diaszpórában működő kőrösi programot. Mindenki otthoni tevékenységet folytat, illetve távmunkából látja el ezeket a feladatokat, illetve kérjük az ösztöndíjasokat, ahol van erre mód és lehetőség, és szinte mindenhol, hogy karitatív tevékenységet is folytassanak, akár az általuk megismert közösségeken belül az időseket segítség, támogassák. A Nemzetpolitikai Államtitkárság továbbra is azon dolgozik, hogy a járvány miatt lezárt határok és az elmaradó személyes találkozások ellenére folyamatos legyen a kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel. A veszélyhelyzet miatt azonban számos programot leállítottak és átütemeztek. Ilyen a határtalanul diákutazás vagy a szülőföldön magyarul pályázat. De a jelenleg futó egyéb pályázatokat is átalakítják. Augusztus 31-ig biztos, hogy az államtitkárságunk semmilyen rendezvényt nem szervez, és rendezvényeket, utazásokat, találkozókat, nagyobb tömeges összejövetelt semmiképpen nem támogatunk. Tehát azért ezt végig lehet gondolni, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de azt gondolom, hogy ha túl is leszünk a járványon nyárig vagy nyár közepéig, utána nem az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy testvértelepülési vagy egyéb találkozókat vagy koncerteket szervezzünk, hanem az, hogy a járvány okozta a helyzetből minél gyorsabban ki tudjon lábalni Magyarország, illetve az egész Kárpát-medence és benne a kárpát-medencei magyarság. Számos olyan program, ami a jelenlegi nehéz helyzetben létfontosságú, mint például a kárpátaljai szociális program, természetesen tovább folytatódik. Az államtitkár abban bízik, hogy az elmúlt évtized nemzetpolitikájának köszönhetően olyan erős kötelék alakult ki az anyaország és a külhoni nemzetrészek magyarsága között, ami kiállja a próbát a mostani időszakban is. Mi nagyon bízunk abban, hogy ez a világjárvány okozta helyzet, amiben mi is benne vagyunk, az egész Kárpát-medence és a magyar nemzet egésze, az bár fizikailag elválaszt bennünket, akár a családokat is egymástól, de lelkiekben pedig megerősít. Sok ilyen kezdeményezés van, azért látjuk nap mint nap a televíziót, a rádiót, hogy kiállnak, vagy a különböző internetes oldalakat, hogyha böngészük, hogy kiállnak az emberek, a közösségek egymás mellett, újabb és újabb kezdeményezések vannak, és ez szerintem még inkább megerősíti a közösségeket, megerősíti a családokat, megerősíti az egész nemzetet, és hogyha túl leszünk a nehézségeken, akkor talán megerősödve is fogunk ebből kijönni. 2020 az erős magyar közösségek éve, és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a nemzeti szolidaritás éve is. Jelenleg a legfontosabb feladat szeretteink védelme és a járvány megfékezése, majd ezt követően Kárpát-medencei összefogással a korábbi együttműködések újjáélesztése.